A következőkben 4 jedlikányos díjazottat ismerhetnek meg. Ami a laikusoknak a laudáció során elsőnek feltűnt, hogy az egyik kitüntetetnek köze van a Túró Rudihoz. Többek között Túró Rudi is, mégpedig nem a magának az ötletnek a realizálása, hanem napi 1000 darabról, napi 100 000, majd napi 500 000 darabra történő üzemesítésnek a vezetése, a technológia kidolgozása és részben a gépek automatizálás kidolgozása. Ez volt még az első munkahelyemen anno a 70-es évek elején és közepén. Vajon mi a közös egy élelmiszeripari termékben vagy egy vasúti biztosító berendezésben? Egy szóval a siker. De vajon mi ennek a sikernek a titka? Ha egy szóval jellemezhetném, akkor a folyamatos innováció. Tehát gyakorlatilag a folyamatos új fejlesztésű termék, tehát jó minőségű, és a konkurensek által is elismert termék. Amikor egy vállalkozás versenytársai olyan óriás vállalatok, ahol nem milliókban, hanem milliárdokban mérik az éves forgalmat és a profitot, mindig felmerül a kérdés, hogyan állhat meg a piacon egy viszonylag kis cég ezekkel szemben. A multikkal valóban van versenytársak is, de együttműködő partnerek is számos területen. Többek között szállítunk mi berendezéseket a Siemensnek, az Alstomnak, és természetesen gyakorlatilag fejlesztünk az olasz vasutaknak, de csinálunk új vasúti pályatervezést Irakban többek között. Ha látunk egy igazi csúcs technológiás terméket, a számítástechnikától a repülőgép gyártásig, a mobil távközléstől az autógyártásig, jó, ha tudjuk, értéküket nem a bennük rejlő acél, a színes fémek, a műanyag vagy az üveg adják, ezek filléres tételek az árához képest. Az igazi érték, amit a vevő megfizet, az áruban megtestesülő szellemi érték. Ez a gondolat is ott volt Csiszár István jedlikányos díjjal kitüntetett villamosmérnök tevékenységében. Megpróbáltam felhívni arra a figyelmet, és a cégeknél is, de azt hiszem már talán iskoláskorban, hogy a szellemi tulajdon igenis egyrészt tisztelni kell, másrészt annak előnyeit hasznosítani kell, és azt hiszem, hogy ez a folyamat így egy zárt körbe fogható össze. Jó példa lehet erre a Magyarországon és külföldön egyaránt szabadalmaztatott és széles körben használt virtuális mikroszkópos alkalmazás. A digitális szövettan elméleti kidolgozásáért és eszközeinek fejlesztéséért kapott jedlikányos díjat dr. Molnár Béla belgyógyász gasztroenterológus. Fejlesztéseiben a hagyományos mikroszkópia és a digitális képfeldolgozás házasításával jött létre a virtuális 3D mikroszkóp, amely lehetőséget kínál az orvosoknak, sőt a távolról tanácsot adó szakértőknek is arra, hogy a beszkennelt szövetminta alapján gyors diagnózist állítsanak fel. Segítségével meghatározható az onkológiai terápia, lehetővé válik a távkonzultáció. Az eredeti ötlet tehát nélkülözhetetlen, de nem elégséges kelléke az innovációnak. A sikerhez szisztematikus apró munkára és talán némi szerencsére is szükség van. A feleségemmel 20 évvel ezelőtt megalkottuk a jelmondatunkat, hogy az élelmiszer és a gyógyszeripar határterületén az emberek egészségért fogunk előállítani termékeket, és a konyhaasztalon 100 000 forinttal kezdtük a panel lakásba, és hát mára már saját üzemben több mint 50 termékünk van, amiknek nagyon elégedett visszatérő vevői vannak, van, aki 22 éve visszajár érte. Kereszti Marcell a 2012-es év egyik jedlikányos díjas kitüntetettje elsősorban az iparjogvédelem, a szabadalmi oltalom területén szerzett kimagasló érdemeket. A laikus néző pedig rögtön arra gondolhat, hogy igen bonyolult lehet ez a terület, ha mérnöki, jogi és közgazdász diploma kell hozzá egyszerre. Elviekben nem kell ilyen sok diploma, a sok végzettség a szabadalmi ügyvivőséghez. Fejlesztő tervezőmérnökként dolgoztam, mielőtt szabadalmi ügyvivő lettem, és nagyon szerettem a villamosmérnöki szakmát.
Ugyanakkor nagyon sok izgalmat és érdekességet találtam az iparjogvédelemben. Nagyon izgalmas, ahogy egy absztrakt találmányra egy bejelentés megszületik. Tulajdonképpen egy absztrakt gondolatra kell egy olyan abszolút jogot megfogalmazni, amiből a feltaláló, illetve a bejelentő cég utána üzleti sikert tud alapozni. És ahogy követjük ezeket az életpályákat, az egyes találmányok hazai nemzetközi sikereit, és látjuk ezeknek a hasznosulását, ugyanolyan örömet nyújt, mint mondjuk egy mérnöki objektum megtervezése.